tömegének 7,3%-a tejszín, a tejszín tömegének 62%-a vaj. Mennyi vaj lesz 5 liter tejből? Hány liter tejből készült 5 kg vaj? 1 liter tej körülbelül 1 kg. Próbáljuk meg ugye értelmezni a mondatokat. Ugye először is kiírjuk azt, hogy milyen szereplőink vannak. Van nekünk ugye a tej, van a tejszín, és van a vaj. A tej tömegének 7,3%-a a tejszín. Mi lehetne itt ugyanaz x-ünk? Hát, amit ugye nem tudunk egyáltalán, de ki tudunk belőle indulni, azaz a tej. Őt elnevezzük x-nek. Ő x liter lesz. Ennek a tejnek a tömegének a 7,3%-a lesz a tejszín. Akkor azt úgy tudjuk kiszámolni, hogy ezt a 7,3%-ot fogjuk átírni x-be, amit úgy lehetséges, hogy 7,3%, mert ugye a százalékot mindig így átírhatjuk, és megszorozzuk x-el. Aztán mondja tovább a szöveg, hogy a tejszín tömegének 62%-a a vaj. Megvan a tejszín tömege, akkor leírjuk ezt újra, hogy 7,3% szorozva x-el, zárójelbe teszem, és még ennek a 62%-a, ami pedig 62% lesz. Egyszerűbben is leírjuk akkor ezt, az x ugye az megmarad x-nek, viszont 5 itt tizedes törtbe ki lehet számolni, hogy 7,3-at elosztom 100-zal, és az meg lesz 0,073 ezred x. És akkor ezt a 0,073 ezred x-et fogom megszorozni, 62-ben a 100, ami pedig 0,62-vel, és akkor 0,62-ször 0,073, az pedig lesz nekünk 0,045, 0,045 26. Akkor most már tudjuk azt, hogy ugye, ha 1 liter a tej, akkor kell hozzá 0,073 kg tejszín, és kell hozzá 0,045-26 kg vaj. Az első kérdésünk az az, hogy mennyi vaj lesz 5 liter tejből. Akkor ha 5 liter a tej, akkor a vaj az ötszöröse lesz, tehát 5-ször 0,045-26, az pedig 0,2263 tízezred kilogramm vaj. Hány liter tejből készült 5 kilogramm vaj? Akkor tudjuk azt, hogy 1 liter tejből készül 0,045-26 kg vaj, és ugye nekünk 5 kg-unk van, és az a kérdés, hogy hány liter tejből készült. Ezt ugye úgy tudjuk kiszámolni, hogy az 5-öt megszorozzuk 1-el, ugye, és utána pedig elosztjuk a 0,045-26-tal. 5-ször 1 az 5, ben a 0,045-26, és 5-ben a 0,045-26, az pedig 110,47 liter tej lesz. A válaszunk pedig az lesz, hogy 110,47 liter tejből készült 5 kg vaj.